internetkör.hu empatikus hálózatépítési metódusa, és az én személyes értékrendem erre a 6 pillére épül. Ezek alapján hozok döntéseket, ezeket nagyon fontosnak tartom. Bojtos Zoltán vagyok, az internetkör.hu tulajdonosa, készítője, és az itt megjelent cikkek 99%-ának a szerzője. Az empatikus online hálózatépítési metódus szakértője. Az első pillér a másik ember tisztelete. Azt vallom, hogy mindenki úgy gondolkodik, ahogy akar, olyan Istenhez imádkozik, amilyenhez akar, hogyha ezt a jogomat tőlem sem vitatja el. Jól tolerálom, ha valakinek más a véleménye, mint az enyém, ha ő is tolerálja az én eltérő véleményemet. Nem vagyok hajlandó bőrszínben, származásban vagy vallásban gondolkodni. A második pillér a megbízhatóság. Nagyon szívesen dolgozok együtt olyanokkal, akiknek adni lehet a szavára. Gandhi azt mondta, hogy te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél. Én olyan világban szeretnék élni, ahol a becsületesség, a megbízhatóság egy követendő trend. Ezért soha nem leszek udvariatlan vagy gerinctelen valakivel, az ígéreteimet pedig mindaddig betartom, amíg kitapintható a pulzusom. Ha valamiben nem vagyok biztos, akkor nem ígérem meg, ez számomra ilyen egyszerű. Harmadik pillér a tudás. Amióta hálózatépítéssel foglalkozom, folyamatosan képeztem magam. Mindig kerestem azokat a pontokat, ahol képzésre szorultam, és ezeket mindig meg is találtam, ezért sikerült folyamatosan felülmúlnom a korábbi eredményeimet. A tudás hatalom, ezt tartja a mondás. Az olimpián úgy is meg lehet nyerni a magasugrás, hogy eltöröd az összes többi indulónak a lábát, meg úgy is meg lehet nyerni a magasugrás, hogy addig gyakorolsz, amíg te nem ugrasz legmagasabbra. Azt gondolom, hogy az olyan sikert, amit nem tudással, hanem sumákolással, csalással értek el, azon semmi tisztelendő nincs. A negyedik pillér a kitartás. Minden tiszteletem azok az emberekre, akik ha belekezdenek valamibe, addig nem hagyják abba, amíg el nem érték a kívánt sikert. Nem inganak meg és nem keresnek kifogásokat, hanem mennek előre. Azt szokták mondani, hogy a siker csúcsára nem vezet lift. Valóban így van, meg kell mászni a hegyet. Az ötödik pillér az empátia. Meggyőződésem, hogy minden ember egyenlő, viszont nem egyforma. Mindenkinek más lehet a munkamódszere vagy a tanulási módszere. Ezért igyekszem a hozzám csatlakozott partnereknek úgy segíteni, ahogy ők azt igénylik. A lényeg, hogy jól érezd magad az üzletben és hogy sikeres legyél. És a hatodik pillér az alaposság. Magammal szemben maximalista vagyok. Nem szeretek férc munkákat kiadni a kezemből, legyen az akár egy weboldal vagy egy oktató videó. Azt gondolom, hogy kiváló termékeket nem lehet vacak eszközökkel sikerrel népszerűsíteni. Amikor az egész világon profi reklámszakemberek küzdenek az emberek figyelméért, nem használhatunk amatőr módszereket.